Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Dysmantle folytatása. Lássuk, hol és miként állunk. Alapvetően a két cuccmákot kéne. Ha jól emlékszem, ebből az irányból nem tudtunk bejönni. Valószínűleg hátulról kell. De elvileg azt hiszem megvan minden, amit akartunk innen. Vagy nem, majd kiderül. Hogy áll ez a bogyó? Még 20 perc, hát akkor majd. De mondjuk el kéne nézni, ha már erre jártunk. Hát, ha találunk valami érdekeset. Elszökött több állat. Pedig jó lenne, ha nem szöknének el. És itt hol tudok bejutni ebbe az épületbe egyáltalán? Itt az ajtó. És ott elvileg... Nyíljuk ezt a... De aktiválta. Nem volt meglepi. Úgyhogy nem sikerült. Viszont innen, ha jól emlékszem, lehet fémet szerezni. Ezek az ágyak azért nagyon jók. Mert értékes fémet tartalmaznak. Oké. Szerintem a nagyjából mehetünk is vissza. A bázisra. A cuccokat ledobni. Mert több mint tele vagyunk. Ugye a gomba is, meg a fűszer is elég ritka. Úgyhogy amikor azt találunk, akkor egy-egy hely elmegy. A semmibe kis túlzással. 5 bőr. Lol. Azt nagyon sajnálom, hogy ennyire macerásnak akarja a megoldást erre a őzvadászatra. Értem én, hogy ne legyen egyszerű, de ez azt hiszem túlzásba ment. Ide is kéne kulcs. Igazából lassan mindenhez kéne, ami... ami célszerű. Mint ha annyira kéne az a... további bütyök, de sose fog ártani. Van, amit lehet halászni, de hát az anyom nem izgat. A gombát, ha már itt járunk, szedjük össze. Pár sír, azt tessük meg. Hát, ha van valami érdekes itt, úgy lát. Mondjuk ki lehetne ásni őket, ha akarunk sírrablósat játszani. No. Működik. Az egyik be volt.
akkor azért ez egy opció. Nagyon szükséges, de hasznos. Ott is van egy tűzrakóhely. Azt hiszem a terv az, hogy oda elsompolygunk. Lerakjuk a cuccokat, és akkor megyünk körbe a másik telepen. Hát, ha azzal jobban járok. Hát persze, hogy 30. Csak hogy ne legyen egyszerű. Na, nem az ásó. Az nem egy hatékony zombi vadász eszköz. Oké. Ezt szerettük. És itt a tábor, ráadásul itt van egy felderíthető valami, amit nem tudom miért nem szedtünk ki. Úgy látom, ezt az egész tábort nem annyira erőltettük. Oké. Találjuk meg a kulcsokat. Elásva a legnagyobb sírkőben. A sírkőnél. Oké. Tudom, hogy itt nem valószínű, hogy csak úgy találok valamit. De azért miért ne ássunk sírrablósat? Először járjuk körbe a temetőt a már kint lévő zombikért. Felteszem, te leszel az a legnagyobb sír. A legnagyobb sírnak nézel ki. És ide kell a kulcs majd. Nem. Akkor ez lesz az, de most... Ettől még kiássuk a többit is. Ha már itt járunk. Jó. És a pajszerral a fémadó bogyókat szétverjük. Mert volt itt több is. Annyira sok azért nem. De 500 XP. Úgy látom, semmi nagyon gonosz. Gondolom odalent lesz majd, vagy odafent, vagy ahova ez vezet.
Egy semmi. Egy másik semmi. Ezekkel nem vagyok előrébb, mert nagyobb lootot várok. És itt mennyire veszélyes dolgokat fogunk találni. Wow. Legalább megvan. No, gondolom nem kéne hozzáérnem a golyókhoz. Oké, kifele nem kell bohóckodnom, az mondjuk hasznos. Annak nagyon örülök, hogy kifele nem kellett még egyszer lefutni a feladványt. És akkor úgy is csinál, mint amit befejeztünk. Ott a sír, vagy a sír. Tábortűz. Kell onnan nekem valami? Nem. Úgyhogy igazából csak bedobjuk a cuccokat. Remek. És akkor az utolsó helyre vissza. Megoldottak a gondjaim? Igazából nem. Picit erősebb vagyok. De még kéne az ötös macséta. Gumi majdnem megvan. Rengeteg fém. De hát az elsősorban nem annyira fémben gazdag környék. Akkor menjünk fel ide. Ott talán fémből találunk dolgokat. Vagy mondjuk itt. Bár szerintem itt már jártam, bár fene tudja. Valószínűleg ezeket összeszedtem volna, ha jártam volna itt. Úgyhogy az, hogy nem szedtem ezt össze, az leginkább azt sejteti. Belejött, hogy ezeket például nem lootoltam ki. Hogy valószínűleg nem jártam még itt. Ami súlyos hanyagság a lootolás keretében. De mindegy is, a végösszeg az, hogy csomó értékes loot vár itt minket. Fajszer sem igazán. Tudunk itt valamit főzni? Ami kéne az a hamburger, de ahhoz kéne a nagyobb láda. Úgyhogy nem annyira.
Hát ettől nem lettünk előrébb. Ettől a loot-tól. Hát ez meg csak-csak fölöslegek. Na mindegy. A saláták, répák, mi egyebek valahol hasznosak. És akkor éjszaknak, mert ezt a várost, házat akartam megkeresni, csak kiderült, hogy az első ház is kifosztás hiányában szenved, nem hogy a későbbiek. Oké. Nem azt mondom, hogy mókás volt, de mókás volt. Itt egy autó, nem nagyon izgat. Hát az ilyen kajákat azért összeszedjük. Ki tudja, mikor kell rengeteg belőlük. Az helyes. És került majdnem meghalni. Úgyhogy gyorsan toljunk be egy gyógycsomagot. Igazából másikat is be lehet. És akkor annyival beljebb vagyunk. Sokat itt se találunk. A leghasznosabb a gumi, meg a szerszámos ládából a fém, de még csak nem is fém. Még csak nem is fém, amit kaptunk. Ja, oda kellett volna az ajtónyitó, amihez kell a következő szint. Olyan messze már nincs egyébként. Olyan nagyon-nagyon messze. Mint elsőre tűnne. No mindegy, zombik zombicskodnak. Akkor legalább ezeket is összeszedjük. Sok-sok levél. Nem tudom, hogy mihez kell és mennyi, de ha van, akkor az mindig jobb, mint ha nincs. De úgy látom, hogy akkor marad ez, csak ott van a szuperszörny, amihez ugye kéne egy gumi meg 7 fém. Már pedig nagyon-nagyon sok már ezekből nem maradt, attól tartok. Gumit még csak találunk valahol egyet. Az azért annyira nem egy nagy extra.
De a fém nagy részét szerintem már kilapátoltuk. Már itt a gumit itt helybe begyűjtjük ebből. És akkor megvan a gumigyűjtemény. De még mindig kell millió fém. És ki tudja miért, de szinte sehol nem találunk. És ebből is most még egy extra gumit találtunk. Yeah! Pont az kellett nekem. No, ott viszont van egy fölfelé vezető út, ami elvileg itt visszamegy, bár valószínűleg ezt nem tudom kibontani. Meg itt van ez a másik traktorzóna. Inkább a traktorzónát nézem meg, az több sikerrel kecsegtet fémtelé. Fém témájában. Na, hát se nem szép, se nem jó nem volt ez a menet. Ott nem lepődnék meg, ha lenne valahol egy tűzrakóhely, bár nem látok olyan nagyon egyszerűen. Azt hiszem ez ad fémet. Helyes. Ha nem is fém, de egyéb hasznos dolgok. Szövet. Abból már végtelen van, mert arra nincs szükségem. Aztán abból jön fém. Jap. Fát már nem tudunk tárolni viszont, úgyhogy kérdés tényleg, hogy itt van-e valahol egy tűzrakóhely. Igazából nincs túl messze kettő, úgyhogy mondhatja azt, hogy miért lenne itt még egy. Mert pont azért, hogy ne kelljen itt rohangásznom. Nagyon messze. Pont azért lehetne. Na mindegy, vissza ehhez, az van közelebb. És akkor alapvetően jó, hogy kitakarítottuk itt az összeset. Akkor legalább nincs
horda udvan. Szövetből van helyem, úgyhogy ezt a kettő szövetet, amit valamiért henterek, most föl tudjuk marni. Igazából az a 11. szint, az már nincs olyan nagyon messze a zárnyító eszközhöz, és akkor egy csomó hely megnyílik előttünk végre. Majd mehetünk vissza persze értük. Feléről fogalmam sincs, hogy hol. Na, mit hagytunk ott? Hiszen fát, az mondjuk nagyon nem érdekes. Fa, meg levél. Na mindegy, az úgy is lesz. Az mindig van. Mint loot. Jó, ezt is fel tudjuk bontani, ezt a nagyobbikat a macsétével. Én emlékszem rosszul, vagy ez tényleg egyébként korábban? Adott. Hogy hívják ott? Fémet. Oké, és ezt hogyan húzzam én el? Én érzem úgy, hogy ehhez kéne a traktor. De felteszem, ez az opció nincs a játékban még. Mint oly sok minden. Hát azok... azok errefelé vezetnek a nagy semmin keresztül, úgyhogy nem érdekel. De ők úgy döntöttek, hogy érdeklem őket. Úgyhogy ez az a kérdés, hogy én akarom-e vagy sem, az fölöslegessé vált. Na, már csak öt. Öt fém, de az csak onnan lesz. Itt van még egy ház, amit nem néztünk meg. Meg pár egyéb dolog. Ha kicsit alaposabban körbejárjuk azt a helyszínt. Illetve ha a 11. szintet elérjük, akkor ugye hirtelen megnyílnak a első lezárások. Mennyire voltam én alapos? Felteszem, a fémforrás nagy részét kiszedtem. Hát egy darabot nem látok, ami fémet adna. Mondjuk nem mindet. Például ezt itt hagytam. Se baj. Annyival beljebb vagyunk akkor. Annyira kezd nem jó lenni. Együk meg az utolsó
gyógycsomagunkat. Még ott egy táborhely, és akkor ott nyugodtan frissíthetjük készleteinket. Úgy érzem. Már most ugye ezen a területen fogunk majd garázdálkodni. Hát le fogunk menni ide, az lesz az egyik főtétel. De előtte megnézzük, hogy erre felé mit hagytunk, ami akár alkalmas. Fényforrás. Például ez. Egy már is akadt. Hát ez nem fém, de értékes, úgyhogy szedjük össze. Része annak, hogy gyűjtünk a következő szintre. Azt már nem emlékszem, hogy ez a létre az is helyes. Oké, mindjárt jobban állunk, 12-re föl futottunk különösebb gond nélkül. Ez meg ilyen gyanúsan körbe se jártam jellegű. De itt a konyhai cumóból nyerünk egyet. Abból nem nyerünk semmit. Mert miért nyernénk? De akkor lassan megvagyunk. Lassan-lassan megvagyunk a maxos macsétére. Ezt nem tudom, miért szedtem ki igazából. Ott egy rádió. Na jó, gyertek ki ketten. Ha az északi nem jön, akkor az még igazából hasznos. És ott az utolsó fém a konyhába. A lefolyó szétverésével. Egy csomó kerámiát begyűjthetünk, ami értékes, vagy hát van. Azt nem is tudom, hogy értékes-e vagy sem. Mondjuk jó lenne elérni a következő szintet. Akarok görcsölni rá? Hát fölösleges. Upgrade-eljük a
sumót. És akkor... Az mennyit jelent az a fegyverként? Na, nem akarod írni, hogy mennyi a sebzése? Hogy találjam én ki? Na mindegy. Kötszert azt mondja, hogy tudjuk upgrade-en, akkor upgrade-eljük. Ó, gomba és hal. Jó, hát ugye a vasak most elfogytak. Tudunk-e venni egyébként valamilyen szerszámot? Alapvetően mindent berakunk, aztán majd jönnek, ahogy jönnek. Tizenegy a Linktower, meg a többi is. Az a vagy szinte mindenhez vas kell, az a kritikus elem. Határozottan úgy érzem. Most már gumi is kell a kötszerhez. Mondjuk azt lassan cserébe utána elérjük a maxolást. No, hát sompolyogjunk akkor. Szörny felé, lehetőleg úgy, hogy nem sérülünk úgy közben. Mert ennél jobb opciónk nem lesz. Egy darabig. Sőt, na, gyakorlatilag leginkább sosem. Hát köszönjük, ezt a nem sérülünk állapotot sikerült már bukni. Na jó, ledobunk egy kötszert, mert arra a harcra max HP-val akarok menni. Megvagy, nyavaja, megvagy. Reméljük, hogy többet nem is jössz vissza. Mert akkor nagyon jó lennél. Hát nem sikerült óvatosan és felkészülten érkezni rá, de megúsztuk. Azt hiszem ezek értékes fémadó források, úgy bizony. Úgyhogy amit csak lehet szétverünk belőlük. Mondjuk ebből nem hiszem, hogy... De, mégiscsak fém jött. Yes. És nyilván a temetőben meg majd jön az ásás. Mókája. Hát, köszönjük játék, hogy ezek szerint ebből van még egy ilyen. És az a baj, hogyha kettesével vannak, akkor kitelik tőle, hogy szerinte ez egy normál ellenfél, amit csak úgy le kéne gyűrnünk. Ami azt jelenti, hogy fogalmam sincs, hogy hogy oldjam meg ezt, mert egyet se tudok megölni könnyedén, nemhogy kettőt.
De még egyet csak-csak elbírnék. Egyet még csak-csak elbírnék. Ha most derül ki, ott van. Jó, hát akkor... Akkor ez szerint egy sima szörny, amit csak úgy le kellene tudni gyűrni. Nem pedig egy szörny, amivel... Amivel ilyen harcot hajsz, hogy egy ütésből megöl. Komolyan nem tudom, ezzel mi lenne a koncepció a játékban akkor innentől. Hát még egy opcióm van, hogy végig rohanok. Azt meg lehet próbálni. Aha, de ugye nem csak oda kell érni és bök, hanem nyomva kell tartani elég hosszan a gombot. Jó. Hát, akkor a rövid válasz, hogy ez nem működik, ráadásul ott a felszerelésem úgy látom a komment a levesben az előző hullánál lévő, ami szintén egy olyan rész, hogy nem annyira szimpi. Lecsurgunk a déli épülethez, ehhez, meg esetleg ide is. Ott is, mintha lenne valami furcsaság. De igazából ez nagyon elvette a kedvemet ettől. Tehát ez egy olyan játékelem, hogy ezt nem bossként leadni, hogy ne nevettes. Itt valamelyikünk nem jól gondolta át magát, úgy vélem. Ez kicsit macerásabb annál, amit csak úgy a random szét lehet ütni újra és újra alkalmanként. Legalábbis szerintem. Ez egy picit a fölött van. Ami mehet abba a formába, hogy minden alkalommal le kell nekem gyűrni mindet. Jó, hát a kuka az kuka. Megvan a szint. Levélnek nincs helye, úgyhogy... Most az nem izgat, utána úgy is kell a tűzzel beszélnem a szintlépés miatt. Dobófegyver, gyűjtögető. Több HP, mind a kettő jó, dobó. Oké, esély, hogy több cuccot találjunk. Basic lockpick, de kell hozzá vas. Mint mindenhez. Kell hozzá vas, mint mindenhez.
Ellensúly. Hát olyan nagy program nem, főleg, hogy vasat kell gyűjteni továbbra is. No, hát menjünk le ide, az azért érdekel. Az a menedéknek látszó hely. Aztán kiderül, hogy hogy lesz. De egyenlőre nem igazán nyerte meg a tetszésemet ez a része a játéknak, amit most elkövetett. De pajszerrel, azzal sem, mert ahhoz meg több kell. Oké, legalább egy fém. Az is valami, ha már jobb nincs. Mennyire kéne ahhoz, hogy ezt lebontsam? 35. Olyan reménytelenül messze van, csak messze van. Előző ilyen a fémet adott, ez is. Akkor van egy újabb fémforrásunk, helyes. Azzal egy picit beljebb vagyunk. Így valamit akarok megnézni, hogy ki tudom-e bontani esetleg a falat. Innen. Vagy akár csak innen. Mert akkor azért sokkal előrébb lennénk. Hát az messze van. 50 az... Az annyira nem szürreális, az csak messze van. Ja, hogy egy ilyen autó állja ott az utamat. Ez van. Ötven az nem olyan vészes. Nem kevés, de nem olyan lehetetlen. Mint elsőre gondoltuk volna. A falbontás opcióját. No, ez mit ad? Mi anyag? Meg egy hasznos fém. Elfogadjuk. Elfogadjuk egynek. Hát, a lényeget nem sikerült megszerezni sajna. Hát oda nincs kedvem föllóholni valahogy.
Itt lehetne még garázdálkodni. Plusz bemenni a házakba. Azt hiszem most ez lesz majd a terv. Hogy fölmegyünk, visszamegyünk és benézünk a házakba. De az már legközelebb. Már annyi.